Sziasztok, itt Enervi Moto. Éppen Hungaroringre megyek, mert a Magyar Time-eteknek van ott egy rendezvénye, és én eléggé autóbuzi is vagyok, illetve mindenféle finomság várható, és szeretném megnézni, illetve meghallgatni őket. Közben pedig, amíg odaérek, nem tudom, olvastátok-e, a GoPro egy új 360 fokos gömbölyű kamerát tervez, és várja a jelentkezőket a tesztre. Na nem mintha én jelentkeznék, viszont a kamera maga az érdekel. Szóval a GoPro új kamerája 5,2K felbontás tud majd 30 fps mellett. Hát a 60 jobb lett volna, de gondolom még nem ott nem állott a technika, hogy ezt meg tudják valósítani. Kíváncsi leszek, mekkora kártya kell majd bele, hogy ezt mind fel tudja venni. De a teszt videók, vagy hát a bemutatkozó videó alapján elég jó a felbontás. Messze jobb, mint a Samsungnak a 360G nevezetű kamerája. Ha nem lesz valami orbitálisan drága, akkor elképzelhető, hogy beszerzek egyet, és akkor GoPro 5-ös nem lesz, hanem lesz egy olyan, de hát ez még bő egy év, szerintem. Egy év alatt pedig még sok cég kiadhat sok mindent, de hát ezt ugye tudjuk, hogy a GoPro vezető ebben a témakörben. Most a GoPro 4-es 1080-as felbontás van, 60 fps mellett, úgyhogy a Proton be van kapcsolva, majdnem 3 órát tud felvenni. Na most ez az 5,2K, hát nem tudom, majd egy adatbankot kell mellé kapcsolni, hogy fölvegyek, mit tudom én, hány órát, az azért komoly lesz. Viszont milyen király lenni, ráraknám a kormányra, nézhetnétek a csúnya fejemet, vagyis a bukómat, meg amerre szeretnétek. Srácok, remélem tetszett a mai videó. Sziasztok!